Köszöntöm a SpaceBridge nézőit! Ebben a videómban egy olyan képregény sorozatra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami kitöltheti azt az űrt, ami a Marvel legnagyobb hősei képregény gyűjtemény megszűnése után keletkezett, mert ez a sorozat is hasonlóan működik, mint az előbb említett gyűjtemény, azzal a különbséggel, hogy ezekben a füzetekben nem Marvel hősök kalandjaiból szemezgetett a kiadó, hanem DC kalandokat mesélnek el a sorozat számai. De ez szerintem azok, akik kedvelik a szuperhős képregényeket, ezt a sorozatot is szeretni fogják. Nem is húzom tovább az időt, nyissuk is az űrhidat! Éh, és itt is van a DC Univerzum képregény sorozat első három száma, a zöld díjász, a ragadozók és a harmadik száma, amelyben elkezdődik az utóbbi idők egyik legnagyobb kaliberű DC eseménye, a legsötétebb éjszaka, nézzük is akkor meg őket szépen sorba egyesével, hogy szoktuk srácok. Itt is lenne akkor előttünk a DC Univerzum képregény sorozat első száma, amiben a zöld kapta a főszerepet, és szerintem ez egy jó pofa, hisz az élőszereplős Arrowverzumban is annó vele indították, ugye a sorozatot. Hát akkor vessünk egy pillantást a borítóra. Megmondom őszintén, srácok, hogy ez nem az a borító, ami úgy feltétlenül azt mondja nekem, hogy hú, ezt meg kell venned, Üh, viszont nagyon meg tetszik. Tetszik a borító, mert egy ilyen régi ezt rajzra emlékeztet, itt igazából láthatjuk a háttérbe Olivert, ugye a történet főszereplőjét, Uh, igazából ez a klasszikus csukjás masz nélküli ruhája neki, ami egyébként nekem tetszik, tehát szerintem jó pofa, és uh, igazából előbb meg láthatunk egy női alakot, tehát nem egy női alakot, konkrétan egy nőt láthatunk lehúnyt szemmel, akinek uh, egy vörös sárkányra, láb, emlékeztető tetoválás van a vállán. Ő egyébként Shadow, uh, a történet másik főszereplője. Maga a borítóra tekintve egyébként itt láthatjuk fölül a gyűjtemény, vagy a képregény sorozottak a címét, hogy DC Univerzum. Láthatjuk, hogy az első szám Kingpin kiadó, zöldi jász, és akkor az előbb kielemezett kép. Nézzük akkor meg oldalról a borítót. Ami, hogy őszinte legyek, nem sok mindent mutat nekünk, itt láthatjuk a Kingpin kiadónak a logóját, és ahogy haladunk rajta végig az élboríton, láthatjuk, hogy DC, Univerzum Universum zöldi jász és az első szám, tehát a polcra fölrakjuk, ebből is tudunk tájékozódni. Nem olyan mutatós, ugye, mint a Marvel legnagyobb főségi képregény gyűjtemény borítója, de ez egy sokkal keskenyebb füzet is ugyanakkor. Nézzük meg akkor hátulról is a füzetet. És hogyha a hátuljára tekintünk, akkor ez a kép fogad minket. Itt igazából van egy ilyen szokásos csinálón, nagyon röviden, nagyon tömören összefoglalja nekünk a történetet, pont annyira, hogy azért fölkeltse az érdeklődésünket. És látható egy kép Oliverről, ahol azt látjuk, hogy különben nagyon jól neki, tehát két nő ölelgeti, ennél rosszabb sorsa soha ne legyen a kedvenc Robin Hoodunknak szerintem de azért ennél nyilván összetettebb a story. Ezen kívül még, ezen a képen kívül még láthatjuk egyébként a füzetnek az árát, aminek az induló ára, hogy egy gyűjtemény, vagy ennek a füzetnek az ára 2990 forint, illetve még egy vonalkót fogad minket. Hát ennyit a borítóról, szerintem itt az ideje, hogy egy kicsit foglalkozzak a sztorival is. Tehát akkor a story röviden, de tényleg csak pár szóba, mert nem akarom leszpoilerezni az egészet. Szóval a, Ebben a történetben a zöld Pontosabban zöldi díját megbízza egy szemérmetlenül gazdag ember, hogy találjon meg egy lányt, akinek egy vörös sárkány tetoválás van a vállán. Hát ebben a történetben Oliver eljut Japánba, többször harcba keveredik, feltűnik egy gyermek, aki lehet, hogy a fia, és igazából még akarata ellenére részt vesz egy ember vadászaton is. Szóval. Nem rossz, nem rossz, és plusz a történetnek a csavaros rácok valami zseniális, tehát nagyon-nagyon tudom ajánlani, nagyon-nagyon szívesen elmesélném teljesen a sztorit, de nyilván nem lehet, úgyhogy lapozzunk bele. És akkor esetleg közben még elejtek egy-két infomorzsát is nektek. Uh, tehát akkor azt nézzük először az a belső borítót, ahol fogad minket, elvileg mi fogad egy szerkesztői levél, ahol igazából nem is erről a történetről beszél nekünk a kiadó, úgyhogy ezt meg is mutathatom szerintem, hanem maga arról, hogy ez a sorozat mit fog képviselni, tehát hogy szemezgetni fog nekünk a DC Univerzum klassz történeteiből. És tényleg az első hat már megjelent ebből a, füzetbe, ebből a füzetből, most csak az első hárommal foglalkozunk de eddig nagyon jól belenyúltak, eddig nagyon jó sztorikat meséltek el. Hát ha szeretnétek, akkor majd foglalkoztatunk esetleg a második, három, harmadik számmal, és azt írjátok meg, hogyha gondoljátok. Na, igazából a rajzok. A rajzok szerintem rendben vannak. Én azt mondom, hogy elég emberszerűen ábrázolják benne az embereket, nem grotexek a képek, rendben van itt a történet elején egy ilyen kis bevezetés, mint egy filmnél is, hogy éppen Oliver megokodálja az egy bűnesetet ami, vagy bűntényt, ami nem kapcsolódik a főztörténethez feltétlenül, tehát igazából csak egy hétköznapjába tekintünk bele, de nagyon jól küldi, nagyon jól csinálja, tehát én nagyon szeretem, szerintem Batman mellett simán elfér a zöld díjász, mert sokan szokták hasonlítani a kettő hőst egymáshoz, hiszen mind a kettő milliómos, egyiknek sincs a szuperhős képessége. Mondjuk Olivernek voltak időről időre anyagi gondjai, tehát néha elvesztette a vagyonát, visszaszerezte a vagyonát, stb. De igazából ezt az Se, ezt a megbízással pénz miatt vállalja el feltétlenül, hanem mert érdekes számára. Kameó az nem sok van benne, megmondom őszintén, de nem feltétlenül probléma. Tehát nem kell mindig tele Kameózni egy képlegényt, én úgy gondolom. Maga az a gyermek, aki feltűnik benne, hogy a fia vagy a nem a fia, az igazából nem egy fontos szál, nem erről szól ez a történet. És ha egy ilyen klassz, régi módi szuperhős, fontosabban nem szuperhős, mert ugye Olivernek nincs szuperképessége, egy jelmezes hős, de lényeg, egy, egy olyan sztorit akartok olvasni, amiből nincsenek humánok, nincsen, nincsenek ilyen szuper metahumánok, nincsenek benne világ megváltó események, tehát itt nem a földpusztulása. lényeg, akkor ez egy nagyon jó történet lehet egyébként. Tehát ez egy ilyen jó kis régi módias, ilyen klasszikus betmer emlékeztető sztori, csavarokkal, kis krimisszál benne, szóval mindenképpen egy, egy, egy jó. Nekem, nekem, nagyon jó volt, és tényleg főleg ez, amit mondom, az a végső csavar, kiderül, hogy uh, hát mi, miért történik benne, az az, 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 zseniális. Na, hát ennyit erről a számról, szerintem megnéztük kellőképpen. Térjük akkor rá most a második számra. És itt is van előttünk a DC Univerzum képregény sorozat második száma, amelyben a ragadozóké a főszerep. Aki nem tudná, a ragadozók egy olyan csoport, aki csak nőkből áll, DC, DC női hősökből áll pontosabban, és bűnögyeket oldanak meg, bűneseményeket állítanak meg gyakorlatilag a világ bármely táján. Az alapító tagja ennek egyébként, akik alapították ezt az Orákurum és a Fekete Kanári, de azóta, hogy megalapult a csoport, többen is csatlakoztak hozzájuk, például a Vadásznő vagy a Fekete Héja. Na, vizsgáljuk is akkor, vizsgáljuk is akkor meg a borítót. Maga a borítón található feliratok lényegében ugyanazok, mint uh, szinte az előző számnál, tehát most gondolok a DC logóra, a DC Univerzum felirata, ugye itt már nyilván második számról beszélünk, illetve a Kingpin kiadó, Gotham City uh, felirat rajta, és igazából ugye a ragadozók, a csoportnak a neve található itt nekünk fölül, a kép, figyeljetek, én megmondom őszintén, úgy fel, hogy nem ez a kedvenc rajstílusom, de nem rossz ez a kép. Szerencsére a belsőjében már másképp ábrázolják a lányokat. Ha már lányokról van szó, igazából láthatunk egy helikoptert, ami a hold előtt áll, így mondom, ebben a szögben van lefotózva, és hat női alakot láthatunk felfedezni ezen a képen, itt van nekünk ugye a fekete kanária, a vadásznő, Lady Backhawk, vagy fekete héja, hogyha úgy jobban tetszik, és további három árnyat, aki már nem látszik, hogy kiről van szó, de valószínűleg például egy barbara, aki fönt a helikopterbe. Jó, hát végül is ennyit a borítóról, így előről, nézzük meg akkor oldalról is, bár az oldalán ezen sincs sok minden látni való, tehát ugyanaz a szisztéma, ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél látható, hogy a Kingpingnek a logója fölül, és akkor itt oldalt pedig a gyűjteménynek, vagyis a képregénynek a címe, illetve hát ez is egy gyűjtemény, megy és több képregényt foglal magába, és azt, hogy a második számít még láthatjuk az alján. Nézzük meg akkor hátulról is. Ha a hátuljára tekintünk, ez a kép fogad minket, hát igazából érdekes, itt semmilyen um, kettcsináló nincsen, itt egy promóció van, már itt promotálják a következő számot, látható a borítókép, ugye, um, felül, fel ide is van írva, hogy a következő számban ez fog minket fogadni, és alul még megvan a füzetnek az ára, ami már 4250 forint. Srácok, megmondom őszintén, hogy nem kell megijedni, mert oké, okay, hogy drágább, mint a első szám, nem is kevés, viszont lényegesebben vastagabb is, Mutatom, mint az első füzet. Tehát ez a füzet ö, több képregénytől el magába egy nagyobb történetet mesél nekünk, és higgyétek el, mocskosul megéri. Tehát, hogyha ránéztek a ragadozó madarakra, nem Batman, nem Superman, nem Zöldi azt mondjátok, hogy nem is érdekel ez a csapat igazán, meg minden, nagyot fogtok hibázni. A három gyűjtemény közül, vagy három képegén közül, amivel most foglalkozok, ebben a legjobb a történet, és garantálom, hogy ha megveszitek, ezt fogjátok a legkevésbé tudni letenni. Na de ennyit a borítóról, akkor beszéljünk a storyról is egy pár szót. Tehát akkor a Story Röviden. Öh, hát ebben a történetben a kan Fekete Kanári úgy próbál jobb harcossá válni, hogy azt az utat járja be, amit régen síva is bejárt. Ennek az első lépése az, hogy elutazik valahova, ahol ő se tudja, hogy hol van, annyit sejt, hogy valami ázsiai légióban van és valami mocskosul kemény kiképzésnek teszik ki, eh, ahhoz, hogy jobb harcossá válna. Egyébként aki nem tudná, síva elvileg a DC univerzum eh, legveszélyesebb pusztakezes harcosa, tehát ez a, ez a nő, ez gyakorlatilag egy olyan harcos, hogy még Batman is nyel egyet, hogyha szembe kerül vele. Eközben egyébként a társai meg Gotham City-be próbálnak megvédeni egy kislányt, aki egyébként a bűndoktornak a kislánya. Azt kell róla tudni, hogy ő meg ez a alvilágnak a sebésze, és így mindenkiről szinte minden tud az orvosi kartonjáról, meg stb. De úgy gondolta, hogy már nem akar tartozni az alvilághoz, és uh, igazából segítséget kér a hősöktől, hogy ő menekülni tudjon gyakorlatilag ebből az életből. Na, uh, és visszatérve a történetre, hát akkor ugye, egész gotemi alvilág vadászik meg ez a szuper bűnözők triombinátusa, vagy a szövetsége vadászik erre a szerencsétlen kislányra. A lányok pedig próbálják megvédeni. Ebben a sztoriban egyébként rengeteg ö, szuper bűnöző is kameózik, tehát legalábbis föltűnik nekünk benne mindenképpen egy jó bár. Többek között Krok, Kléfész, a Bábos, és még tényleg sokan mások egyébként a sztori végére meg jut egy igazán veszélyes boss, tehát egy, 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 nagyon kemény boss fight, és ebben a történetben még debütál nekünk egy új bad girl is, akinek van különleges képessége, szóval amit olvasni benne, srácok, lapozzunk bele! Ez a füzet egyébként 2022. szeptemberében jelent meg, de még mindig kapható, ha jól tudom, a kiadónál. És uh, igazság szerint újra kellett olvassam a bemutató miatt, és nagyon jó volt újra olvasni, megmondom őszintén, hogy tényleg a három füzet közül a zöldi jászé is nagyon-nagyon tetszett, de ez, 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 egy nagyon jó kis ütős sztori. Na, itt az elején van egy ilyen kis összefoglaló, nemrég történt, hogy mégis tudjuk, hogy eddig mivel foglalkoztak röviden a lányok, uh, mielőtt még a dokinak a megmentésével, illetve a lányának aló őrzésével kezdtek volna foglalkozni. Tehát bevezet minket a történetbe. Maga a rajzok szerintem rendben vannak, tehát hogy mondtam, nektek nem olyanok, mint a borító található rajzok, szerintem a lányok nőjesebbek benne, szebben vannak, meg volt a borító képen, de ez csak az én véleményem, persze. Hát igen, itt van az előbb említett uh, síva, vagy lédi síva, nem mindig kapja meg a lédi jelzőt. Uh, na, ő tényleg egy nagyon jó karakter. Tehát én, 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 nagyon kedvelem Sivának a karakterét, de igazából a lányoknak az egész csapatát kedvelem. Talán ezt a Lady Blackhawkot nem tudom igazából feltétlenül fontosnak találni a csapatba. Tehát ő a csapatnak a sofőrje, igazából pilótája, harcol is, meg ilyesmi, de valahogy ő, ő, őt nem, nem, vagyok benne biztos, hogy annyira kellene ő a csapatba, de minden esetre a kis miniszoknyája az meg nagyon aranyos neki, tehát, ö, és tényleg egyébként, most nézzétek meg, itt van róla egy közeli rajz, Tényleg nagyon-nagyon szépek benne a rajzok, tehát uh, nem lehet benne panasz. Ugye itt láthatjuk akkor Fekete Kanárit, ahogy, ahogy mondtam, ő sem maga pontosan nem tudja, hogy hol van, de a lényeg az, hogy tanul és próbálja magát kiképezni. És szép, klassz rajzok. Nagyon sok olvasnivaló buborék benne, és elég, eléggé vastag is a gyűjtemény, és végig tudtam úgy pörgetni, hogy ne lássátok meg, hogy ki a boss benne. Tehát ez szerintem mindenképpen egy jó dolog. Na, szerintem ennyit erről a számról, és akkor térjünk rá a harmadik gyűjteményre, vagy harmadik képregényre. És itt is van akkor előttünk a legsötétebb éjszaka című kötet első fele. Hát a második felét a negyedik számban olvashatjuk el. De mi most csak erre a füzetre fogunk koncentrálni, ezzel fogunk foglalkozni. Hogyha szeretnétek, hogy folytatódjon, és foglalkozok a másodikkal is, akkor hogy tudjátok mi a dolgotok. Na, nézzük akkor a borítót közelebbről. Pontosabban elemezzük ki, hogy mi látható rajta. Szerintem ezzel a borítóval minden DC-rajongónak föl lehet kelteni az érdeklődését. A borító igazából megtalálható az igazságligának szinte összes fontosabb tagja ugye láthatjátok, itt van nekünk akkor Superman, Zöldi, Yes, Flash, Wonder Woman és a zöld lámpás, úgyhogy úgy gondolom, jó, nyilván Batman is nagyon fontos tagja nekik, meg tényleg vannak egy jó páran, de azért a népszerűbbekből válogattak, tehát aki DC rajongó, aki igazságliga rajongó, azt szerintem ennek mindenképpen örülhet. Plusz rajtuk kívül még megtalálható egy Terminátor emlékeztető alak, aki egy, lámpát tart a, egy lámpást tart a kezében. Hát most nézzétek meg, most tényleg nem, nem, ugyan terminátorra emlékeztet, engem legalábbis. És a háttérben még láthatunk egy rakás ilyen démonra emlékeztető karaktert. Na hát így ennyit erről a borítóról előről. Egyébként maga a design az a szokásos, hogyha megnézitek, akkor ugye itt is megvan a DC Univerzum felirat, a történetnek a címe, a Kingpin kiadó, harmadik szám. És ezt mutatja nekünk még itt az alsó része is. Nézzük akkor meg oldalról magát a képregényt. Egyébként ez a füzet is egy kicsit vaskosabb, mint az első szám, ez valamilyen szinten az árán is megmutatkozik, mutatom is nektek hátulról a képregényt. Hát, hát két nincs, tehát láthatjátok a füzetnek az árát, ez 3950 forint lett, tehát drágább, mint az első, viszont olcsóbb, mint a második. Itt pedig ugye Hell jordan láthatjuk az én kedvenc zöld lámpásom egyébként, tehát valahogy az elsőt érzem igazinak, nem azt mondom, hogy John Stewart is vagy egy jó karakter, meg stb., de nekem ő a kedvenc. Nem tudom, nektek ki a kedvenc, ha gondoljátok, ezt is megírhatjátok a videó alatt. Tehát Hell jordan látjuk, hogy éppen szarban van, tehát bocsánat, bajban van, tehát egy, egy, jó pár ilyen zombira emlékeztető alak veszi körbe. Na, de ennyit a borítóról, beszéljünk egy pár szót a sztoriról. Tehát akkor, sztori röviden, a földön, meg, földön megjelenik az első fekete lámpás, és támadást indít az igazság ligája ellen. Hát rövidesen egész alakulata lesz, és kezdetét veszi a szuperképességekkel rendelkező zombiknak az inváziója. Kérdés, hogy Hell Jordan és csapatának mennyi esélye van a régen meggyászolt gonoszszá vált társaik ellen. Ebben a képregényben egyébként tényleg megismerhetjük részletesen az első fekete lámpásnak az eredet történetét és az, hogy milyen iszonyatos szabadít rá a világra. Na, most pedig akkor ennyit a sztoriról, lapozzunk bele. Ebben a füzetben egyébként a történeten kívül már egy két extra dolog is van, úgymond, tehát az előzőkkel szemben hogy ott nem volt ilyesmi. Hát van egy előzmények leírása, ami egy eléggé vaskos, tehát egy, nem egy ilyen kis tömör összefoglaló, persze amennyire röviden lehet, annyira próbálták, de van mit átbeszélni. A rajzok igazából nagyon-nagyon szépek, én legalábbis mindenképpen elégedett vagyok velük az emberek elég emberszerűek vannak, emberszerűen vannak ábrázolva, nem torzak, és bizony ebbe aztán cameo srácok rengeteg van. Tehát itt annyi szuperhős, annyi szuperbűnöző feltűnik, hogy na, ez azt mondom, hogy ez igazából már tényleg az ilyen nagy DC veteránoknak készült, akik minden szuperbűnözőt ismernek, tehát nem azt mondom, hogy egy kezdő, aki nem olvasott még soha képregény, nem élvezheti, de nyilván, hogy annyira sokan van föltűnnek ebbe a történetbe, az íróknak nincs idejük elmagyarázni, hogy most mindenki, hogy ő kicsoda, mi micsoda, stb. Hát nézzétek meg csak meg ezt a képet, hogy itt mennyien vannak akkor elhihetitek, hogy, hogy erre nincs idő tényleg, hogy elmagyarázni. Hát szinte az összes zöld lámpás feltűnik benne, sőt, szerintem föl is tűnik benne. Aztán itt van már maga a horda, amivel szembe kell nézni kedvenc DC hőseinknek, és bizony itt hullanak, ebben a történetben hullanak el hősök, szóval visszatérnek hősök, bár nem egészen úgy, ahogy szeretnénk, ugye mondtam ezt a zombis dolgot, hát az, hogy most ez mennyire kellett a DC univerzumnak, ezt mindenki maga döntse el, de az biztos, hogy valamilyen szinten így átvariálja, így a halottakat visszahoz, valakik meghalnak, szóval legyen nagy nagy esemény. Ez az egyik legnagyobb, nem az utóbbi idők, mert ez nem egy új történet, de mindenképpen egy nagy DC esemény. És ahogy mondtam, vannak füzet, de extra tartalom, itt van nekünk például a Sötét Könyv, ami ugye William Handnek a naplója, és ennek nagyon-nagyon tetszett a stílusa, hogy ez így van benne, tehát tényleg egy olyan, mint egy ilyen éget öreg papír tartanánk a kezünkbe. Ezt nagyon szépen meg van csinálva, itt leír nekünk nagyon-nagyon sok háttérinformációt magáról a William Handről, Akiből lesz az első sötét lámpás, és nem egy kevés olvasnivalót ad nekünk. Tehát látjátok, mi mindig pörgetem. És akkor itt van nekünk még a végére egy kis extra csemege igazából leírja nekünk a lámpás alakulatokat, tehát gyakorlatilag mind a hét színű lámpás alakulatról mit kell tudni. Szóval ez egyébként, aki szereti a lámpásokat, azoknak mindenképpen egy klassz dolog. Vagy aki még nem ismeri, de tényleg van itt a vörös lámpástól kezdve indigóig minden, szóval narancs lámpásokig. Szerintem vannak összetek olyan, aki lehet nem is tudta, hogy ennyiféle a lámpás alakulat van. Na, és akkor ez, a kép is egy nagyon klassz kép itt a végén. És igazából ennek a gyűjteménynek is a végére értünk, hogy itt az ide, Összefoglaljam nektek a véleményemet erről a sorozatról. Tehát akkor összességében nézve nagyon tudom ajánlani ezt a képregény sorozatot. Akár régi motorosok vagytok, akár most ismerkedtek a képregényekkel, csak azt sajnálom igazából, hogy a harmadik számban nem fejeződik be a történet, mert így ez bontja ezt a sémát, ahogy ez a, ezek a füzetek szoktak lenni végül is. Ugye, hogy egy füzet, egy történet. Én nem biztos, hogy beleraktam volna a legsötétebb éjszakát ebbe a sorozatba, de azért örülök neki egyébként, hogy ezt a történetet végre kiadták magyarul is, mert egy fontos eseményről van szó. Hát srácok, ezzel végére is értünk igazából ennek a videónak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkal, megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket. Sziasztok!